Madarak úsznak a vizen a Sóstó természetvédelmi területen, mely Székesfehérvár déli részén található. Az élőhely az egyéb fajok mellett sokszínű madárvilágnak ad otthont, csak nem 100 madárfaj él a területen. A vizek és a fajok védelmére hívja fel a figyelmet minden év február 2-án a Vizes Élőhelyek Világnapja, amelyet a Ramsari Egyezmény 18 ország általi aláírása hozott létre 1971-ben. Magyarország 1979-ben csatlakozott a paktumhoz, és 29 térsége szerepel a Ramsari területek között. Sóstó nem tartozik ebbe egyébként, de mivel hogy vizes élőhely és ugye nagyon magas a biodiverzitása és a sokszínűsége, alapvetően az összes ilyen jellegű vizes élőhelyet nagyon komoly madárvédelmi és természetvédelmi szinten kezeljük. A Sóstó élővilágának madárfajai között megtalálhatók többek közt nyári ludak, nádisármányok, ökörszemek, vörösbegyek és függőcinegék, amelyek ebben az időszakban is megfigyelhetők, március végén pedig a vonuló madárfajok is visszatérnek. Csete Gábor vezetésével a Vizes Élőhelyek Világnapjához kapcsolódóan szombaton sóstói sétára és beltéri foglalkozásokra várják az érdeklődőket. Mindig van egy adott tematika, amit követni szoktunk, és akkor ezek ilyen ökofoglalkozások, különféle környezetnevelési eszközökkel, különféle játékok, és akkor tényleg bele tud kapcsolódni minden korosztály. Ezt nagyon szokták szeretni a kilátogató családok. A program tehát szombaton 10 órakor kezdődik, a jelentkezés előzetes regisztrációt igényel. Az érdeklődők további információkat a sostoszékesfehérvár.hu oldalon találnak.